Jönnek a menekültek, az ország minden részéből érkeznek adományok a bajba jutottak számára. Fejlesztés a kórházban. Egy napos sebészeti eljárás indult a Nyíregyházi és a Máté-Szalkai kórházban. Vendéglátóhely égett, a tűz az épületről egy parkoló autóra is átterjedt sóstó gyógyfürdőn. Az orosz-ukrán háború hetedik napján sem hallgattak a fegyverek, a folyamatos harci cselekmények miatt egyre többen érkeznek a magyar-ukrán határra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden településéről érkeznek önkéntesek és adományok a segélypontokra. Üdvözlöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Öt határát kellően jönnek folyamatosan a háború elől menekülők. Barabáson például a művelődési házban szállásolták el a bajba jutottakat. Tiszabecs a legdéli határát kellő, oda is folyamatosan érkeznek az adományok a környező településekről, de távolabbról, például Debrecenből is. Van olyan, hogy kismama ruha. Civilek is megállnak és felajánlják feleslegessé vált ruhaneműiket a Kárpátaljáról érkező menekülteknek Barabáson. Hasonlóan más településekhez itt is a művelődési központot alakították át melegedővé. Folyamatosan készültek a szendvicsek, meleg teából, gyümölcsből és konzerv élelmiszerből sem volt hiány. Ez a kisgyermek édesanyjával érkezett a beregszászi járásból, Isaszegre tartanak rokonokhoz, de bíznak benne, hogy hamarosan visszatérhetnek otthonukba. Mindenki fél mi felénk, mert ha átlépjük, azt mondják a hágót, akkor nekünk is. Mindenki menekül, az oroszok jönnek lefelé a hegyekből, a magyarok pedig jönnek átfele ide, ugye Magyarországra, akik ott élnek Kárpátalján. A Barabásra érkezők elhelyezésében a katolikus Karitász munkatársai segítkeznek. A határon átlépő menekülteket a szervezet kis buszaival és Barabás önkormányzatának járműveivel szállítják a melegedőbe. Nagyon sok ember csak átutazóba érkezik, tehát nem veszélyénybe, csak bejön ide, esetleg egy teára és utána utazik tovább, viszont éjszakára megternek, tehát elég hideg éjszakáink vannak, megternek ezek a melegedők. Már több helyen csináltunk ilyen meleg helyeket, ahol ezeket az embereket, különböző a kisgyerekes családokat el tudjuk látni. Ez pedig már Tiszabecs, itt a helyi általános iskolában alakította ki melegedőt a menekülteknek. Hétfőn több mint 4000 ember jött át a határon, közülük csak nem 2000 ember fordult meg ezen a helyen, több mint 300-an pedig az éjszakát is itt töltötték. Rengeteg felajánlás érkezett ide is az elmúlt napokban, hatalmas mennyiséget raktároztak el vízből, alapvető élelmiszerből, pelenkából, ruhaneműből és ágyneműből egyaránt. Nem egyszerű feladat, nagyon sok segítség érkezik Tiszabecsre, nagyon sokan hoznak és segítenek, a telefonom állandóan csörög, de ennek örülök, hogy kis Magyarország összefogott, és együtt érzünk azokkal az emberekkel, akik nem csak magyarok, akik ukránok is átjönnek, és akkor igyekezünk őket fogni, és mindenbe segítségeket tudunk nekiek adni, amiben csak kérnek. Tiszabecsen az oktatást más intézmények épületeibe szervezték ki. Az iskola teljes területét a menekültek befogadására és az adományok elhelyezésére használják. A határmenti és a határközeli települések már az első naptól kezdve szervezték a munkát, de távolabbi helyekről is érkezik segítség. Debrecenből Kósa Lajos országgyűlési képviselő hozott csomagot a bajba jutottaknak. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila azt mondta, példátlan együttműködés jellemezte az elmúlt napokat. Öröm látni azt, hogy összefogás van, és a szatmári településekbe segítenek egymásnak. Egy kicsit változott most a helyzet, a korábbi határ közelében tapasztalható állapotok, azok most kicsit arrébb kerültek, megváltozott a struktúra, itt ugye a rendőrségnek, a készenléti rendőrségnek komoly szerepe van, de ugyanúgy számítanak az önkormányzatok és az emberek összefogására. Sok embernek hihetetlen, hogy egy itt élő ember önszántából odafigyelve a nehéz sorsú ideérkező emberekre mennyire jó szívű és mennyire szívéviseli a onnan érkező emberek sorsát. Mivel a tűzszüneti tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a menekült áradat a várakozások szerint a következő napokban sem enyhül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 határátkelő helyén.
A koronavírus járvány és a háborús menekültek nagy száma miatt kulcsfontosságú, hogy felgyorsítsák a kórházi ellátásokat a megyében, ezért egy napos sebészeti ellátás indult a nyíregyházi József András oktató kórházban, valamint a Máté Szalkai kórházban. A közel 1 milliárd forint értékű fejlesztés eredményeként az ide kerülő betegek már a befekvés napján hazamehetnek. A nyíregyházi József András oktatókórház régi sürgősségi osztálya helyén ma vadonatúj kórtermek, műtők és orvosi eszközök várják azokat a pacienseket, akiknek az egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a fekvőbeteg ellátástól elkülönítve modern környezetben gyorsan és biztonságosan essenek át kisebb-nagyobb beavatkozásokon. Február közepe óta működik az osztályunk. A maga a terület kialakításra került, ugye már korábban is, gyakorlatilag majdnem 2 éve, de nem tudtuk átadni ennek az ellátásnak, mert a Covid ellátásban is fontos szerepet fenntartottuk gyakorlatilag a kubatúrát arra az esetre, hogyha szükség lenne rá, és most már úgy érezzük, hogy mindenképpen ez jelent inkább prioritást, főleg azért, mert ezzel tudjuk a kapacitásainkat bővíteni a nem COVID beteg ellátásban is. Az úgynevezett egynapos sebészeti részlegen sebészeti, traumatológiai, ortopédiai, valamint urológiai beavatkozásokat végeznek el. De nem csak az egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük a betegeknek, emellett fontos kitétel, hogy a paciensnek ne legyenek kísérő betegségei, illetve az is, hogy viszonylag közel lakjon a kórházhoz. Ez egy 12 ágyas fektetővel, és itt a helyszínen egy műtővel, valamint a központi műtőben még egy műtővel rendelkező egység. És a jelentősége ennek az ellátási formának az az, hogy kiemelhetők azok a betegek, a hosszasabban fekvőbeteg ellátást igénylő betegek közül, akiknek akár egy napon belül is el lehet végezni úgy a beavatkozást, hogy nyugodt szívvel haza lehet őket engedni. Az egynapos sebészeti ellátás elindítása mellett egy a stroke ellátás fejlesztését célzó nemzetközi projekt keretén belül mintegy 475 millió forint támogatásból a József András Oktatókórház egy 128 szeletes CT készülékkel, egy felső kategóriás 4D kardiológiai ultrahanggal és egy hordozható digitális transzkraniális Doppler berendezéssel korszerűsödött. A Máté Szalkai Kórház pedig egy 64 detektoros CT készülékkel gyarapodott. A cserére azért volt szükség, mert mind Nyíregyházán, mind a Máté Szalkai CT készülékek már 10 évnél idősebbek, és a mai korszerű diagnosztikai kihívásoknak ezek a készülékek már nem felelnek meg, ami plusz lehetőséget jelent az eddigi vizsgálatok mellett, hogy sokkal széleskörűbben tudjuk az erek vizsgálatát végezni, ami nem invazív beavatkozás, így a betegeknek kisebb megterhelést jelent, illetve a későbbiekben tervezzük a szív ereinek vizsgálatát is. A most lecserélt régi CT berendezésekkel Máté Szalkán 2007 óta mintegy 270 ezer, Nyíregyházán pedig közel 390 ezer vizsgálatot végeztek el. Jelentős összeggel, mintegy 1,5 milliárd forinttal nőtt a nyíregyházi foglalkoztatási paktum projekt költségvetése. A nyíregyházi önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közös programjának célja a város foglalkoztatásának fejlesztése. Eddig több mint 1000 cég és 1200 álláskereső kapott munkaerőpiaci támogatást. A paktum irodába továbbra is várják azokat a munkáltatókat, akik bér vagy bérköltség támogatást igényelnének. Hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését, munkáltatók támogatását is végzi a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum programja. A 2017-ben a Nyíregyházi Önkormányzat és a Megyei Kormányhivatal partnerségével indult projekt most jelentős, mintegy 1,5 milliárd forintos többletforráshoz jutott, ezzel több mint 3,8 milliárd forintra emelkedett a program összköltségvetése. Folytatni tudjuk azt, amit eddig már évek óta végeztük. Eddig több mint 1200 nyíregyházi munkanélküli munkába állását segítve. Indult ez a projekt 2 milliárd 57 millióval, most már volt egy 300 milliós, most meg egy 1,5 milliárdos emelés. Ez viszont jövő év szeptember 30-áig tart, addig szeretnénk jól felhasználni ezt a támogatást. A foglalkoztatási paktum projekt elsősorban Nyíregyházát segíti, de az egész megye foglalkoztatási helyzetét javítja.
2010-ben 56.800 fő volt a regisztrált álláskeresők száma, ez a szám jelenleg 25.700 fő. A foglalkoztatottak száma megyei szinten 2010-ben 186.000 fő volt, most 246.000 fő, tehát javulás látható. Az elmúlt két évben a pandémia negatív hatásait éreztük, de a kormányzat által rendelkezésünkre bocsájtott gazdaságvédelmi intézkedések keretében olyan munkahelyteremtő és munkahelyvédő eszközöket tudtunk alkalmazni, hogy az elmúlt két évben 35.000 embernek tudtunk segíteni, megvédeni a munkahelyét, illetve új munkahelyeket teremtettünk. Mára így azt tudom mondani, hogy elértük a pandémia előtti foglalkoztatási mutatókat. A Paktum által nyújtott munkaerőigény bejelentésre vonatkozó támogatási lehetőségek továbbra is biztosítottak. A mostani összköltségnövelésnek köszönhetően a munkáltatók immár 100%-os bérköltség támogatást is igényelhetnek. Arra buzdítunk mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget, hiszen a jelenlegi helyzetben, hogyha megvizsgáljuk ugye a támogatások körét, a Paktumhoz hasonló lehetőségeket egy program sem tud kínálni. Ez akár ugye 100%-os bérköltség támogatás is lehet a cégek részére. Ez azt jelenti, hogy az adott munkavállalónak, akit fel akar venni a cég, mi teljes körűen biztosítjuk, fizetjük ugye a program a bruttó bérét és az utána fizetendő szochót is. A munkáltatóknak jelenleg a meghatározott feltételekkel 6 hónapra szóló bérköltség támogatást tudnak nyújtani a program keretében, amely 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár. Új szolgáltatóház segíti a szenvedélybetegeket Nagyecseden. A Tábita Remény házában lehetőség van étkezésre, mosásra, de speciális terápiát és lelki támogatást is kaphatnak az érintettek. Már az első hétvégén 27 ellátott vette igénybe a szolgáltatásokat, a ház kapacitása 50 fő. A Baptista Szeretett Szolgálat hosszú évek óta kiemelten foglalkozik a kelet-magyarországi régióban segélyezési munkával, más települések mellett Nagyecseden is. A fogyatékkal élők, az idősek és a pszichiátriai betegek ellátása megoldott volt, az utóbbi időben azonban felmerült az igény arra is, hogy létrehozzanak egy nappali szolgáltató intézményt a szenvedélybetegek részére. Az ellátási forma, ez reggel 8 órától délután 16 óráig áll a kliensek rendelkezésére, több időt a családjával töltheti, tehát az a fajta rehabilitáció, együttlét, az egy kicsit formálja a világát, nem pedig otthon ül négy fal között, vagy esetleg néha nagyon agresszíven a családdal van. Ez itt hasonszörűek az egyfajta betegségben szenvedőknek, ez egy nagyon jó típusú, tehát a nappali ellátás egy nagyon jó típusú, vagy ha a fogyatékosokról akarok beszélni, ugye a fogyatékosok 24 órás felület és gondozást igényelnek, mekkora energia szabadul fel a családnál, hogyha elhozzuk őket reggeltől délutánig, és gyakorlatilag a délután, illetve az esti időkben ugyanaz a fogyatékosoknál is egy olyan hiánypótlás, ami a nappali típus, nagyon kevés szolgáltató foglalkozik a nappali típusú ellátásokkal. A rászorultakról 3 szakképzett szociális munkás gondoskodik. A házat hivatalosan múlt szombaton adták át, és már az első napokban 27 ellátottal volt dolguk a szakembereknek. A létesítmény 50 fő befogadására alkalmas, de az udvar kihasználásával akár ettől nagyobb létszámú programokat is tudnak szervezni. A segítségre szorulók elektronikusan, telefonon, de akár személyesen is jelentkezhetnek Nagyecseden, a Széchenyi út 24 szám alatti épületben. Ebben a házban elsődlegesen szenvedélybetegek részére nyújtunk szolgáltatást, de bárki más is megkereshet minket, amely a szenvedélybeteg életmóddal kapcsolatos, vagy a volt szenvedélybeteg életmóddal kapcsolatos hátrányok, és ezeknek a csökkentése, bármilyen támogatást tudunk nyújtani, étkezésben, mosásban, fürdési lehetőség, speciális terápiák, életmódvezetés, vagy csak egy lelki támogatás, bármiben tudnak a kollégák segítséget nyújtani, segélyezés, akár ruházattal, téli-nyári ruházattal való ellátás, a gyógyszerek feliratása, ennek az ellátotti csoportnak nagyon fontos a folyamatos terápia, illetve az életmódnak a folyamatos támogatása, és ebben is 2-3 kollega minden nap segítséget tud nyújtani a rászorulóknak. A Tábita Remény házának elsődleges célja a rehabilitáció, így a szakszerű ellátás miatt komoly kitörési pont is lehet az érintettek számára. A Távita Alapszolgáltatási Központ terve, hogy 2022-ben a bölcsődei ellátásokat is tovább fejleszti, hiszen, mint mondták, a családi bölcsődei ellátásra nem csak nagy igény van, de támogatás is elérhető ezekre.
Jelentősen megnőtt az utóbbi napokban a szabadtéri tűzesetek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Múlt hétvégén 4 nap alatt 160 hektárnyi terület vált a tűz martalékává, mindez úgy, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben, még a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. Komoly munkát adott a tűzoltóknak tavaly, hogy eloltsák az égő körmálákat Tiszaeszlár térségében. Nem ez volt az egyetlen ilyen feladatuk 2021-ben. Tavaly 660 szabadtéri tűzesettel kapcsolatos riasztásuk volt. Idén sajnos még több lehet. Döbbenetes adat, múlt péntektől hétfő éjfélig, vagyis 4 nap alatt, mintegy 190 hektárnyi, azaz megközelítőleg 380 futballpálya nagyságú terület égett le a megyében. A legnagyobb kiterjedésű lángok Geszterédnél pusztítottak múlt vasárnap. Mintegy 50 hektáron égett a száraz avar és a bozótos Geszteréd külterületén, a nyíradonyi, a hajdúböszörményi, a nyíregyházi hivatásos, valamint a szakói önkormányzati tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Valóban indokolt a tűzgyújtási tilalom. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében február 26-ától él a tűzgyújtási tilalom más megyékkel egyetemben. Szakemberek szerint a szabadtéri tüzek 99%-a emberi mulasztás vagy figyelmetlenség miatt keletkezik, és szinte kivétel nélkül megelőzhetőek lennének. Volt olyan eset, ahol például kommunális hulladékot kezdtek el égetni egy-egy családi ház udvarán, viszont az erős szél miatt a lángok átterjedtek a szomszédos telkekre, és itt több száz négyzetméteres szabadtéri tüzek keletkeztek több településen. Tilos tehát a szabadtéri égetés az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében. Fontos, hogy a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók, de a parlag és gazégetés is tiltott. A tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bográcsozhat vagy grillezhet, a tüzet viszont egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Az érvényben lévő tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapokon elhelyezett térképen lehet tájékozódni. Nem csak szabadtéri tüzek jelentenek veszélyt, szerda reggel egy vendéglátóhely égett ki Sóstógyógyfürdőn. A tűz átterjedt az épület előterére, majd az épület mellett parkoló autókra. Olyan erős volt a tűz, hogy az egyik jármű teljesen kiégett. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár nagyon jelentős. Az úszó Stankovics Anna, az ökölvívó Kovács Rihárd, a kerekesszékes vívó Tarjáni István és a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabdázói. Valamennyien díjat vehettek át a Nyíregyházi Sportgálán, amelyen az elmúlt esztendő legjobbjait jutalmazták. 5 kategóriában 29 sportoló, illetve csapat részesült elismerésben. Egy év kihagyás után új helyszínen a Városháza dísztermében rendezték meg a Nyíregyházi Sportgálát. Ezúttal nem állítottak fel rangsort a sportolók, illetve csapatok között, hanem kategóriánként díjazták az elmúlt évben legjobban teljesítőket. Az élsport, a parasport, a csapasport, az utánpótlás és a szeniorsport kategóriában közel 30-an értek el hazai vagy nemzetközi szinten kiemelkedő eredményt. Több szempontból fontos ez, ugye mindig elmondjuk, hogy a város hírnevét, Nyíregyháza jó hírnevét erősítik, viszik tovább a nagy eredményeket elő sportolók, de fontos a közösségépítő, közösségerősítő szerepe is, mert ugye sokan vagyunk egy-egy meccsen szurkolók, a sport az mindig összehozza az embereket, és fontos a példamutatás is. Különösen abban a városban, a mi városunkban, ahol a szabadidősport is ilyen élénk. Kovács Rihárd az elmúlt évben kijutott a világbajnokságra, megszerezte a magyar bajnoki címet, viszont önhibáján kívül lemaradt az olimpiáról. Ennek ellenére pozitívan tekint vissza 2021-re. Én úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos volt a 2021. Rengeteg versenyen voltam, rengeteg versenyen vettem részt. Voltak jobb pillanatok, voltak rosszabb pillanatok is, de én a 2021-re nagyon jól tekintek, hiszen a bocskai emlékversenyt, az országos bajnokságot, világbajnokságon is tudtam meccset nyerni. Én úgy összességében sikeresnek tartom ezt a 2021-es évemet. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks tavaly 5 év szünet után visszajutott az A csoportba, és bejutott a Magyar Kupa 8-as döntőjébe, amit a jövő hónapban rendeznek Debrecenben.
Mivel nyáron érkeztem ezért az előző stábot, illetve a dicséretet tavalyi bajnoki címért és a Hepkupa győzelemért, úgy gondolom, hogy idejében viszont újoncként nagyon szépen szereplünk, és december 27-én eldőlt, hogy a Magyar Kupa 8-as döntőbe képviselni fogjuk először a sporttörténetben a nyíregyházi színeket. Úgy gondolom, hogy sikeres évet zártunk, bízunk benne, hogy ezt még tudjuk majd még fényesebbre is csiszolni. A gálán a sportolókon kívül köszöntöttek 6 nyugdíjba vonuló testnevelőt, valamint elismerték a 70 éves Balázs István röplabdáért végzett több évtizedes munkáját. Emellett sportrendezvények szervezéséért és szabadidős eseményeken való aktív részvételét részesült díjazásban több egyesület és oktatási intézmény. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 5 határátkelőn jönnek folyamatosan a háború elől menekülők az ukrán-magyar határon. Barabáson például a művelődési házban szállásolták el a bajba jutottakat. Tiszabecs a legdélibb határátkelő, oda is folyamatosan érkeznek az adományok a környező településekről, de távolabbról például Debrecenből is. A koronavírus járvány és a háborús menekültek nagy száma miatt kulcsfontosságú, hogy felgyorsítsák a kórházi ellátásokat a megyében, ezért egynapos sebészeti ellátás indult a Nyíregyházi József András Oktatókórházban, valamint a Máté-Szalkai Kórházban. A közel 1 milliárd forint értékű fejlesztés eredményeként az ide kerülő betegek már a befekvés napján hazamehetnek. Szerda reggel egy vendéglátóhely égett ki sóstógyógyfürdőn, a tűz átterjedt az épület előterére, majd az épület mellett parkoló autókra. Olyan erős volt a tűz, hogy az egyik jármű teljesen kiégett, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár nagyon jelentős. Március 2-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtök este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerda éjjel borult, hideg idő várható, eső nem valószínű. A hőmérséklet -2, 0 fok körül alakul. Csütörtökön napközben ugyancsak borult idő várható, de néhány órára kisüthet a nap. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 3-8 fok között alakul. A hét további részében marad a borongós idő, a hétvégén viszont csapadékmentes napos idő várható.